Na emberek, ábe mindenkinek először is. Na, az előző részt ugye úgy fejeztük be, hogy megszólaltattuk a háború dovait. Úgyhogy itt az idő beleszvormolni mindennek a közepébe. Visszafoglaljuk az erődjeinket, a földjeinket, egyesítjük családjainkat, és mindent. Egyesítjük. Na ott már megjelent egy nagyobb hadsereg. Gyerünk ide. Elszúrtam. Jaj, mekkora semmiből előkerül. Aj, de imádom ezt, hiszen az Európa Universalizon is imádtam, amikor a semmiből, a FOV-ból kerülnek elő az emberek. Jaj, Isten, imádom az ilyet egyszerűen, imádom. Inkább egy helyben maradnak? És megint megindultak? Akkor én is indulok. Ők nem indulnak el, most mégis elindulnak, én is elindulok. Jó, most tényleg jönnek. Ja, de csak mert jön egy rohadt nagy hadsereg velük még a hátuk mögött. Jó, ezt most megnyertem. Nem, ment az idő, basszus, közben ezt nem hiszem el. Érjetek oda? Odaértek? Odaértek, de ki fog kapni valamiért. Ezt nem hiszem el. Mi a fene zajlik? Emberek, nem tudom, hogy mi történik egyszerűen. Miért veszítik, amikor túlerőben vagyok? Még jól lenne tudni, hogy itt mondjuk mekkora a... Siege ability, discipline 20%. Hogy mennyi az egyiptomiaknak vajon? Tényleg mondjuk a fortokat újra kéne fizetni. Economy, fort maintenance. Jó. Újra fizetjük az erődöket. Hát ez elég lesújtó első élmény. Ezt meg kell hagyni. Ő egy pretender. A testvére a karakteremnek. Nincsen joga semmire. De jó, bele szaladtam, emberek. A büdös rohadt életbe. Na, valaki meghalt. Jönnek 13 000 nehéz gyalogossal. Lehet, hogy az erődnél megküzdök velük, amit itt kiépítettem, mert ha jól láttam, most arra pályá fogok. Igen. Jó, minden emberemet beöntöm oda. És megküzdünk velük.
Több mint 70 ezer embert oda küldök. Az vagy most tábornok, úgyhogy támogatnom kell. Na emberek, csak... Csak 60 ezer ember kellett. Legyőzzek itt mindenkit, hogy hol van többi hadseregem. Mi van a zsoldosokkal? Hol lettek a zsoldosaim? Vajon? Mi van, lejárt a munkaidő, azt elmentek, hogy mi van? Na, ez a kérdés. Hogy itt mit csináljak? Akkor megfizetem ezeket helyettük. Megindult az egyik. Jó, meggondolták magukat. Nem jönnek. Még. Amint be, látom, hogy ott megjelenik a lakat mellettük, küldöm az jó, most mindet oda küldöm. Ők is küldenek embert, basszus. Nem is keveset, de ezt én nyertem meg. Jó. Az vagy küldenek még egy rohadt nagy hadsereget, aha. Mindegyik ide jön. Abba ugye belakatolódtak. Gyerünk! Az egyszerűen annyira jobb a disziplinjük szerintem, hogy csak én óriási túlerőben tudom legyőzni ezeket csatában. Ami rohadtul nem vicces. Igen, meghalt valaki. Ezek a zsoldosok, ugye? Igen. Itt meg meghalt a parancsnak. Legyen ő. Megint csak. Hol van két hadserege egymáson? Ja, itt. Aha. Őt is elküldöm ostromolni. Gyorsan. Úristen, Jesszus Máriám! 70 ezer, na jó! Vissza vonulunk. Nem szórakozunk velük. 70 ezer. Úristen! Ja, szart csináljak! Fölfogadom őket is. Gyerünk éjszakra. Jó, a 40 ezer embert ki tudok állítani, és akkor már sokat mondok szerintem. Jó, egyenőre velük ide. Ti ide. Ti meg. Ide. Az erőd az talán feltartja őket valameddig.
meg elvonulnak. Ezeket is felfogadom, mindenkit felfogadok most. Rohadtul fogy a pénzem, de nem érdekel, ez csak 30 arany. Ez van egy érdekes emberek, hogy nem gondoltam át. Amit itt csináltam. Egy pillanat. Jó. Hát így meg pláne nem gondoltam át, mert meg addig vártam, amíg oda mennek. Jó, gratulálok Csongor, nagyon ügyes ember, hogy rögtön le is győztek. Király, nagyon jó. Remek, remek. Tényleg az. Isten. Francot csináljak. Manpower-on kb. Nulla. Nagyon rosszul állok. Kaptam egy kis pénzt. Na most hoznak 40 ezer embert körülbelül. 40 ezer embert nekem is van. Körülbelül. A 26 ezer ezzel együtt 40. Ez 32 ezer együtt véve. Ja, szerintem 60 ezer emberem is van most így ránézésre. Megpróbálom ezzel a két hadsereg vagy három hadsereggel legyőzni őket. Közben mivel nem bízom abban, nem bízom az egyiptomiakban, tudod, hogy a FOV-ból megint előkerül majd így néhány tízezer ember. Úgyhogy beküldök mindenkit, aki elérhető. Jó. Tízezeren haltunk meg. Nekik meg 7000 halt meg. Hát igen. A disziplinjük szerintem nekik sokkal nagyobb. Itt látom, én kaptam 0,14 exhaust csentők, meg 0,02-t. Atya ég. Mennyi ereje lehet ezeknek? 180 kohorsz, jesszus, tudja, hogy soha de sokkal dolgoznak, amúgy meg már nagyon. Nincs pénzük, már itt nosz, hogy nincs pénzük, de kevesebb van. Még is 70 arany bevételük van körönként, amik viszont kizárja a zsoldosokkal dolgoznak. Szerintem ez még mindig a... Ez még mindig a... Az az emberanyag, amit... Ez még mindig az az emberanyag, anyag, amit... ami a kohorszak, tehát... Hiába alacsony manpower-ok, mindig ide küldenek 4-5 teli kohorsz, aztán lesz ami lesz. Vagy 4-5 hülye vagyok 20-at mondjuk. Aztán szevasz, na most ők kétszer annyit vesztettek, mint én. Ez viszont ilyenkor szerintem rettenetesen fáj nekik, hogy... Fáj nekik egy-egy ilyen vereség. Egyszerűen bírják tartani a tempót a... manpower-rel szerintem. Tök könnyű, hogy próbálom magamat önigazolni, holott szerintem baromira... Baromira nem állok jól. Mint ahogy azt a War Score is mutatja. Egyszerűen sokkal, de sokkal több emberük van. Minden tekint. Lova... Tevésből van annyi, amennyi nekik, meg nehéz lovasból. Mindenből másból kb. Tízszer annyiuk van. Jó, meg könnyű gyalogosból is több van. Valamilyen csoda folytán. Ez a kérdés, hogy mit csináljak. Előre nyomulok. Előre kell nyomulni. Kivel fogunk itt összecsapni? Ezekkel, akik...
Igen, ezekkel. Jó, akkor csatlakozunk. Eltűntek vége? Lehetséges. Elpusztítottam néhány kohorszot. Aha, elpusztítottam pár kohorszot, és már csak 138 van nekik. Zsír. Hát egy viszont az a baj, hogy kapnak manpowert. Na, hova pillanatban disziplinre megyünk. Akkor ott már 26,6%. Uha, mindenkit ide, mindenkit! Ne! Megint a semmiből, a fofból elkapják az embereimet. Annyira frusztráló. Ó, 20 000 emberük meghalt. Sőt, az egész hadseregük meghalt konkrétan. Amit ide küldtek, úgyhogy az már jó. Basz, 800-an maradtak abban a hadseregben. Arról a téledre. Meghalt az egyik parancsnok. Megint vesztettek 40 kohorszot. Uha. Nem akarok nagyon bizakodónak tűnni, de... de ez jelent valamit. Térünk ostromolni. Nem tudom, mennyi erővel vannak még itt. Jelen. Én abban biztos vagyok, hogy ha valami makedón lennék, vagy fürgiai, abban a pillanatban hadat üzennék Egyiptomnak most. Nagyon le vannak gyengülve, hiába van sok pénzük. Láttam a bevételükön, hogy nem használnak zsoldosokat. Uha. De jó, nem, ne menjünk oda. Jaj, ne, késő, ne! Ó, Istenem. Ezt nem hiszem, még 50 000 ember. Semmiből. Épp, hogy meg tudtam szakítani az ütközetet. Mindig, amikor elkezdenék ostromolni végre. Bevonulunk ide az erődítmény alá. Gyűjtünk egy kis erőt. Jó, számoljunk, nekem van körülbelül 18-26 000 emberem 5-6 seregben. Na jó, mondjuk össze. Consolidate. Itt van, nincs értelme, de Consolidate. A zsoldosoknál szerintem nem tudom, ugye? Ez zsoldos hadsereg? Igen, ez zsoldos. Ez saját, és itt van még egy saját, és ez egy másik zsoldos. A zsoldosokat oda küldöm, hogy legyenek egy területen. Ezren lennénk. Milyen White Piece imminent, eszedben jusson White Piece nyomni, haver. 110 cohorts. 9000 manpower és nagyon sok pénz. Force March, és gyertek ide. Nem tudom, lehet, hogy ott táborozik a fovban, ugye Fog of War, ott táborozik a fovban 5 millió ember, és nem tudom, hogy mit csináljak. Ha egyszer mennék nekik, akkor lehet, hogy sikerül, az nem hagyhatom, hogy elveszem az erőd. Ugye? Visszamennek? Visszamennek, basszus, nem hiszem el.
nem fogom elkapni őket. Mi történt? Várj, csak revolt? Micsoda? De ne! Ne! Ez nem jó! Ne! Ne már! Ó, basszus! Ezt nem hiszem el. Most még mégis megütköznek velem? Vagy mi van itt most? Emberek, én nem értem, hogy mi történik itt jelenleg. Ez mi a fene volt? Én esküszöm, hogy nem tudom, hogy ez mi volt. Esküszöm. De nem jössz, haver. Jó, mindegy, akkor veresd szét magad. Jó, ügyes vagy. Gratulálok, majom. Hülye. Istenem. És akkor Revoltnak is van itt ideje, hogy engem itt maradjon csesztetni engem. Hát beszarok. Zseniális, komolyan mondom. Zseniális. Már nagyon kétségű vagyok esve. Ez mi volt? Ez mi volt? Mi volt ez? Mi volt ez? Hát emberek, most már nem azért, de ez mi a szar volt? Ez halálosan undorító. Nem tudom, mit csinált ez a játék, de ez halálosan undorító volt. Ami történt. Eltűnt a zsoldos. Hát sérek, hát összefosol magam. Hát ez nagyon jó, emberek. Szóval sem jutok. Nem tudok mit mondani. Visszavonulok. Ez nem tudom mi volt. Ez valami... Nem tudom mi volt ez. Csak így eltűnik a zsoldos seregem. Ütközedve lépéskor. Na jó. Nem mennek bele a fehér békébe. Mondom, a revolt az még annyira se akar vele menni majd a fehér békével, persze, hogy nem. Miért mennének bele, hát éppen hülyére vernek. Ezt én tettem nekik lehetővé, basszus. Csak most ez a felkelés, ez most még veszélyesebb rám nézve, ennek 100 000 emberem tartaléka van. Nekem meg nincs annyi, értelemszerűen. Most egy erődnél van, itt lehet a lehetőség, hogy elkapjuk. Nem fogjuk elkapni. Ez micsoda? Ez mondja már nekem, hogy mi? Ugye rögtön eltűnik az első hadseregem, amint odaér. Ezt komolyan mondom, beszarok, hogy miket csinál ez a játék. Jó, tudod mit? Azt csinálsz velem, amit akarsz. Vigyed el a fél országomat, az sem érdekel. Nem jó, már érdekel, de jó, akkor visszajövök mervejébe, azt leszarom. Ez már botrányos, amit csinál ez a játék. Komolyan mondom.
Botrányos. Botrányos egyszerűen. Abban a pillanatban eltűnik a hadseregem, hogy ütközetbe lépnek. Az ötletem sincs, hogy ez micsoda. Komolyan mondom, nem tudom, hogy mi történt. Mi történik ilyenkor. Vettem még egy seregű oldalos, de már nagyon kétség vagyok esve. Ezeket is megveszem. Gyerünk ide. Jó, tudom, én üzentem nekik hadat, de ez bicskanyítogatóan undorító, amit leművelt ez a játék most, hogy két hadseregem is eltűnik abban a pillanatban full morálnál, hogy ütközetre kerül sor. Ilyen nincs. Ez nem tudom, hogy mi. Ez nem tudom máshogy értelmezni, mint csalást. Pedig tudom, hogy nem az. De értem, hogy miért történik ez velem. Tartsaig, rá sem erek nézni, hogy mennyi pénzem tűnik el havonta. Közel vagyok hozzá, hogy lerohanjam ezt a várat, jó? Kibékéztek velem a rendes egyiptomiak? Nagyon jó, akkor már csak ezekkel a szemétládákkal kell megküzdeni. Rohadjanak meg. Fú, de felidegesítettem magamat. Fogy a pénzem. Saját hadsereget meg nem fogja fönntartani a végtelenség. Elkezdtem a rendes egyiptomnak szurkolni, ez normális? Hogy ők nyerjenek. Ez nyomorult felkelés. És már ide állomásoztattak ennyi embert. Két tudós is. Ki tudja, ez a legelső, ez mikor halt már meg. Mindegy, nyertünk. Haladjunk tovább. Mindegy. Kisebb bajom is nagyobb benne. Jó. Most megkísérlem megint elfoglalni ezt a retkes erődet. Szinte biztos vagyok benne, hogy megint a FOV-ból elő fog kerülni 5 millió ember. Micsoda? De enyém lett. Nincs itt erőd. Lerombolták, hogy mi van? Lerombolták az erődet. Ez elég fura. 8000. 10000. Ha, azt szóval 45000 is.
Nem sokára szerintem. És majd kiegyeznék velük egy fehér békében, hogy őszinte legyek. Annyira már nem vicces, ami történik. Military Tradition. Stone Movers. Na, és akkor ez kell, és akkor tudok majd kolonizálni végre. Hihetetlen meg, hogy zsebeit tömködi valami nyomorék. Kirúgom. Hihetetlen. Pedig jó tanácsadó volt, jó pontokkal, na mindegy. Ott jön egy megvert egyiptomi hadsereg. Lovasból több van, hiányzva fel, annyi könnyű gyalogosból több van. Hát igazából nagyjából egyenlő erők küzdenek. Na most közel vagyunk egy fehér békéhez. Próbáljunk meg valami többet kihozni belőle. Aha. Oké. Okay. Na, már is meggondoltad magad, mi? Csicska. Mit láttam megint? Mi ez? Elmegy, visszajön, legyőzi, elmegy. Mi volt ez? Mi a halál? Na jó, fehér béke, csak legyen fehér béke, jó? Nem értek el. Meg adjatok kis pénzt. Belemennek még? Ja, de most én offerelek pénzt, hülye vagyok. Demandingolni akarok. Jó, 20 aranyért békét kötnek, azt mondják. Szemét, szemét állatok, azok vagytok. Ez nem zsoldos sereg, ez a sajátom. Atyaig. Hát emberek, én nem fogtam föl, amit láttam sokszor, tehát nem bírom hová tenni ezt az izét, hogy oda megyek, és nem, még csak ütközet sincs, egyszerűen eltűnnek az emberek. Tehát ezt nem fogom föl, tehát ki van ilyen opció, hogy kivásárolja őket tőlem, vagy mi? Ezt sajnálom, de ezt nem bírom fölfogni, hogy ez mi. Ez most bug, vagy valami olyan, ami tényleg nem értek még. Nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy mi történik. Ötletem sincs. Mindegy. Így ez a hadsereg, ez ekkora összesen. Most teletoborozzuk. Annyi emberrel, amennyivel tudjuk. Ha jól néztem, hogy sokkal több nehéz egységgel harcolt, tehát sokkal több nehéz lovassal és nehéz gyalogossal. Lehet, hogy az a csatának sikerei, csata sikereinek titka. Vagy tényleg nagyobb volt a disziplinje az hadseregének. Ezt nem fogom tudni megmondani sajnos. Pedig jól lenne tudni, mi volt az oka ennek. Na de mindegy. Most ők belesüllyednek valami jó kis anarchiába. Az a lényeg.
4 évig béke van. Ha van egy kis szerencsém, akkor még nem oldódik meg egy idő alatt a konfliktusuk, és akkor megint hátba tudom majd támadni őket, de... Igazából ez a, most ez a két háború itt Egyiptommal. Ez... Ez... Nem mondom, hogy nem érte meg, de jóformán a semmiért folyt. Konkrétan a semmiért mentek ezek a háborúk most. De mindegy, engedjük el, én azt mondom. Majd a legközelebb akkor foglalkozunk, ha ott leszünk. Ezzel a dologgal, csak akkor. Nubia helytartója Egyiptom. Ó, basszus, megoldódott a konfliktus. Kár. Elkezdem csökkenteni a loyalityét az Overlordja felé. Viszont ahhoz nem kell messzire menni, mert nekem is vannak ilyen embereim. Jó, ő 100%-ig lojális hozzám, az a lényeg. Akkor ő kicsoda? Ő. Hát annyira nem is jó a statja, úgyhogy kicserélem őre. Mégiscsak jobb. És mégis van támogatottsága, nem nagy, de van. Na mindegy. Ő lesz az örökösöm. Rendezzünk neki egy házasságot. Humble, generous, tökéletes. Van minimális korruptsága van. Nem fogok ennyi pénzt fizetni, ne is haragudjatok. Ennyire nem vagyok gazdag. Szóval... Levonva a konklúziót. Semmi haszna nem volt ezeknek a háborúknak. Konkrétan semmi haszna nem volt. Úgyhogy... Lehet, hogy tényleg délre kéne koncentrálni egyszerűen. Én megpróbáltam, szerintem megint vitézült helyt álltam, annak ellenére, hogy volt ez a baromság. Ezekkel a hirtelen seregeltűnésekkel, de nem baj, igazából ez egy tök jó háború volt. Akkor fel is húztam emiatt magamat, de jó volt, én élveztem. Szóval igen, most arra kell gyúrni, hogy meglegyen ez az 1200 pont, beválasszuk ezt. Ezt a Colonial Integration-t. És akkor minden jó lesz, ha minden igaz. Na jó van, 140 éve megy már a kampány. Disloyal karakter, és akkor mi van a disloyal, és mit tud csinálni? Pozíciója nincsen. Sőt, a maradék reputation-ját is nullázom a gyereknek. Nem csak itt ne szórakozzon.
Itt délről nincs fenyegetésem, egyedül Egyiptomtól kell félni, akivel lejár a fegyverszünet 2 év múlva. De nem tudom, hogy ezután mennyire akarnak majd nekem jönni, de nem mint akkor átadtam volna nekik, de szerintem van jobb dolguk is, mint a gyenge déli szomszéddal szórakozni. Pedig ezt az erődet jó lett volna visszafoglalni, mert most ugye lerombolták az erődet itt. Egyiptomi felkelők. Ezt kéne valahogy növelni. A military power-t. Nem tudom, hogy hogyan tudnám. Van 2 hetes, őket berakom. Nem gondolom, hogy ettől növekedni fog. Nem növekedett, na mindegy. Fú. Tényleg kíváncsi lennék, hogy mekkora mondjuk a disziplinje az egyiptomi hadseregnek. Érdekelne. Marshall Advances 16. Ezt hol látom, hogy nálam mennyi? Ezt én hol láttam magamnál, hogy ez mennyi? De ez lenne az. Ezek a level szintek. Mert akkor viszont ő sincs ilyen szerintem sokkal előrébb. Mint én. Religiousben előrébb van, azt látom. De katonai van, ugyanazon a szinten vagyunk. Fejlesztjük merőjét akkor. Csak mit fejleszünk rajta? Építek egy granary-t. Aztán ha legközelebb tudok majd, akkor az egy training ground lesz. Nagyon meggondolták magukat? Mindegy. Meggondolták magukat. Axumban is építünk egy granary-t. Ugye merőivel ellentétben Axum, azt hiszem, az még van is egy létező város. Itt meg a merőiben csak a nekropolisz, a királysírok vannak meg. Mindenki keressen rá Google-on. Nagyon szép piramisok, ugye, mint azt talán az első videóban el is mondtam, hogy ezek nincsen kidolgozó Google Maps-en, de ott még képeket lehet róluk látni. Érdekes építményeknek nagyon tetszenek. És ugye a nubiai fáraóknak több piramisa van, mint a egyiptomi fáraóknak. Csak úgy mondom. Csak egy ilyen érdekességként. Itt még annyira nem sökken túl sűrűn a stability, mint mondjuk az EU4-ben, ahol így megőrít a játék azzal, hogy folyamatosan csökken a stabilitás minden hülyeségtől. Itt viszont nekem csak akkor van akkor az uralkodó, vagy ha... háborúznak. Vagy ha... Ha mi ez, tűzszünet közben üzenek halad. Száz aranyat kapnak.
Soha büdös életben fog 100 aranyat kapni. Az biztos. Hát ja, akkor nincs más dolgom tényleg, mint megvárni, amíg meg lesz a, ez a bizonyos military tradition, és akkor megpróbálok dél felé tovább nyomulni, át az arab félszigetre, hát ha akkor össze tudok szedni valamit. Ő totálisan lojális. Totálisan lojális. Viszont kezd a hadsereg. Ugye ezek a tenyerek azt jelentik, hogy ezek a parancsnokok szükségesek, nem pedig hozzám. Szóval ezek a tenyerek elkezdtek sokasodni. Kicsit aggasztó lehet talán. Sót. Ezek ilyen kis bónuszokat biztosítanak. Tehát, hogy mondjuk most rendeltem sót ebbe a provinciába, az azt jelenti, hogy abban a provinciába olcsóbb lesz a hadsereg fenntartása, és az erődök is jobban fogunk tudni védekezni. Úgyhogy itt ez a lényeg a kereskedésnek. Hát te ki vagy? Te a testvérem vagy. És nem vagy lojális, hát Isten, mit csinálják. Nem igazán érdekel. Na jó, emberek, megpróbálkoztunk egy háborúval Egyiptommal most is, de semmire nem jutottunk, semmi se ők. Talán engem a szerencse is segített ebben, hogy kitört egy felkelés náluk. Szóval, de... ja... ez a büszkeségre semmi okom nincsen. Igazából. Kártágó kezdjünk nagy lenni. Nem olyan erős, mint Róma. Na mindegy. Szóval köszönöm, ezt a videót, hogy megnéztétek. Megpróbálom kicsit. Hát a következő videó nem tudom, hogy lesz izgalmas, mert ugye amíg nincs meg az a tradíció, így kb. Semmit nem tudok csinálni. De ha éreztek hozzá türelmet, meg elhivatottságot, akkor nyugodtan nézzétek végig. Én meg fogom csinálni. Szóval... ja. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Hello.